Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, a mikrofonnál Rónai Egon, ez a Több-kevesebb, a rádió gazdasági magazinja minden hétköznap délután, 16 óra után. A mai műsorunkban beszélünk arról, hogy jelentős lehet a költségcsökkentés a Széchenyi kártya kapcsán. A KAVOSZ üdvözli a garanciadíjak csökkentését, mi pedig ezt majd a KAVOSZ vezérigazgatójával meg is beszéljük. Aztán szólunk arról is, hogy itt az új ESG törvény, ez szerintem a legtöbbeknek viszonylag keveset mond, de akik az üzleti életben jelen vannak, kell, hogy tudják a változási és fenntarthatósági kritériumokkal kapcsolatos törvényt, mert hogy ez az, ami életbe lépett. Aztán szólunk majd arról is, hogy a magyar vállalatok a hazai gazdaság kilátásait milyennek látják, elkészült a legújabb felmérés, ez a VOSZ barométer indexe, és majd arra is lesz időnk a mai műsorban, hogy megismertessük önökkel Magyarország legfejlettebb településeit, az Egyensúly Intézet készítette egy településindexet. Ennek jegyében, hogy megtudhassuk. Hát akkor tudjuk meg. De először tudjuk meg, hogy mi az a garanciadíj, mert hogy ugye az csökken, és ennek körül annyira a KAVOSZ, és a KAVOSZ által gondolom a vállalkozások is. Itt van a vonalban Krisán László, a KAVOSZ ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, főszerkesztővel! Szóval a KKV szektor vállalkozóinak támogatása, ez azt gondolom a KAVOSZ egyik fontos feladata, és ebben a feladatban jelenthet könnyebbséget, hogy a garanciadíjak csökkennek. A garanciadíjak hol játszottak szerepet, mennyi volt az, és ennek a csökkenésnek mi a lényege most? Köszönöm a lehetőséget, és ugye a KAVOSZ-nak nem az egyik feladata, hanem az ez, hanem a fő feladata az, hogy a vállalkozásokat támogassa. Már 22 év óta üzük ezt az ipart, tehát azt gondolom, hogy meglehetős tapasztalat birtokában vagyunk ebben az ügyben. És ugye a műsor címe is az, hogy a több-kevesebb, vagy a kevesebb is, több, most nem is tudom. Több-kevesebb, jól mondja. Több-kevesebb, én azt mondjuk, hogy itt meg a kevesebb a több. Hiszen itt azzal a felállással kell szembesülni, hogy a Széchenyi kártya programban mindig is a legolcsóbb, legrugalmasabb, legkreatívabb, legjobb feltételekkel kell kitennünk a piacra azokat a hiteleket, ami egy hitelkörnyezetben, ami éppen ma van, vagy múlt évben volt, azért egy szemmel látható különbség a piaci kamatokhoz képest, nem 25%-os, 20%-os, most éppen 18%-os kamatokhoz képest, a fix 5%-os, akár 10 évre szóló hitelkamathoz, lássuk be, ez egy baráti ajánlat. És ugye ezt a hitelt ráadásul nagyon kínosan vigyázunk arra, hogy a KAVOSZ, aki az egész szakmai programot vezeti, ne engedjen semmilyen olyan egyéb eldugott költséget beletenni, ami azért napi rutin mindenhol a hitelezésben. Nálunk ez nem napi rutin, és ugye mi azt mondjuk, hogy a mi feltételeinket el lehet fogadni, és lehet csatlakozni a programhoz, vagy nem kell elfogadni, és akkor nem kell csatlakozni. Hál' Istennek minden bank Magyarországon ezt az elfogadást, ezt magáévá tudták tenni. Amellett viszont, hogy ugye a kamatot lecsökkentve, és az állam kamattámogatáson keresztül olcsósítja meg ezt a hitelt, ezen kívül még ad egy olyan speciális hátteret, amitől a bankoknak az a fajta vállalkozóktól való félelme oldódik, hogy egy kis vállalkozás azért magasabb rizikó tartalommal bír. Ezért a legelső naptól kezdve először 70, aztán 80, aztán 90, és most megint 80%-ban egy állami viszontgarancia van minden egyes Széchenyi kártya mögött, ami azt jelenti, hogyha történne bármi a vállalkozással, akkor az állam a garantika, illetve az agrárvállalkozói garancia alapítványon keresztül a vállal mögé egy garanciát 80%-os mértékben, tehát a bank 80%-kal térül. Emiatt van külön fontossága annak, hogy egy garancia program is kíséri mindig a Széchenyi kártyát. Ennek van egy díja, amit már korábban is egyszer viszonylag komolyan sikerült lefelezni, majdnem lefelezni, és most került sor arra, hogy áttekintve 2023 eredményeit, nem csak a módosításokat hajtottunk végre, inkább finomhangolásokat, és mind pozitív finomhangolásokat a Széchenyi kártya program feltételeiben, hanem az NGM, mint tulajdonos, felkérte a garantikát arra,
ezt az állami garancia intézményt, felkérte arra, hogy tekintse át a díjait, és amennyiben lehetséges, akkor együttműködésben valamilyen módon tegyen javaslatot a csökkentésre. És emiatt történt az, hogy konkrétan az összes beruházási hitelünknek a garancia díja, ami eddig ilyen 1% vagy picit 1% alatt is volt, az most lenullázódott, tehát nulla díjba kerül ez a mutatvány. A másik oldalról pedig, ami folyószámla hitel, tehát egy nagyon gyorsan pörgő folyószámla hitel, ott pedig az eddigi díj lefeleződött. És én azt hiszem, hogy ez a két elem, ez kifejezetten fontos. A vállalkozónak ugye ez még olcsóbbá teszi. Ha lenne THM, ami nincs ugye a vállalati hiteleknél, akkor a THM-et még lejjebb sikerült tornászni ezzel. A bank számára pedig ez azért jó, mert ilyen szempontból neki ez egy abszolút plusz biztonságot ad arra, hogy ő a vállalkozás esetleg problémájánál, esetleges problémájánál bele tudjon, beleférjen abba, hogy ne kelljen rizikót, felesleges rizikót vállalni. Vezérigazgatóra, azt hiszem én tettem fel rosszul a kérdést, mert mindent el tudott rám mondani, tehát gyakorlatilag nem tudok közbe kérdezni, mert hogy mindent megtudtunk. Azért mégiscsak menet közben eszembe jutott egy kérdés, azt mondja, hogy ez a garancia a hitel 80%-áig nyújt fedezetet a pénzintézetek számára, de ez nem menti fel a hitel részesülőt attól, hogy a hitelért feleljen, ugye? Abszolút, abszolút nem. Hát ugye két garancia még, még egy garancia benne van. Ugye a Széchenyi kártyában egy ilyen alapvető bibliai elem az, hogy a legelső naptól kezdve mi kérünk egy magánszemély készfizető kezességet. Ez a magánszemély készfizető kezesség az, ami egyébként még mögött áll az ügyletnek. Ez ugye nem kerül pénzébe a vállalkozónak, vagy a tulajdonosának, de ez már egy eléggé erős korlát. És hogyha bedőlne, ne adj Isten, egy ilyen vállalkozói hitel, és lekopogom gyorsan most mindenfajta fán, a bedőlési arányunk az nagyon-nagyon-nagyon alacsony, tehát messze alacsonyabb, mint a banki átlag, és ez azt jelenti, hogy a Széchenyi kártyások azért valószínűleg jobb erőléti edzésben vannak, mint az egyéb vállalkozások, és ez azt is jelenti egyben, hogy amikor esetleg bedől valami, akkor a garantika a bankot megtéríti 80%-os mértékben, és további eljárást az pedig onnantól kezdve a vállalkozás és a garantika egymással folytatja le. Tehát a garantika nem benyeli ezt a bukót, és ezt az összeget, hanem ő akkor elkezd eljárni a vállalkozóval. Ez azért volt fontos, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez ingyen pénz. Tehát jó, és akkor majd az állam fizetés viszontlátásra én meg megyek. Mert hát azért ez nem így megy. Ez egy becsületbeli ügy, és Demián Sándor, amikor kitalálta az elején az volt, hogy egy vállalkozónak el kell hinni azt, hogy becsületes, viszont ezt a becsületességet ezt nem szabad reszkírozni azzal, hogy most akkor néhány vállalkozó megúsztat egy rendszert, tehát ilyen szempontból a megfelelő óvatosság és átláthatóság mellett pragmatikusan, viszont és ellenben olyan gyorsasággal és olyan jó feltételekkel el kell adni, hogy mondhassuk azt a végén, hogy ha ilyen jó feltételeket kaptál, ilyen szép áron, ilyen puhán vagy puha feltételek mellett, akkor a minimum az, hogy fizesd vissza. Teljes is tisztességgel. Még egy dolog van, amiről szerintem érdemes beszélnünk itt a hitel kapcsán, az, hogy a korábbi 1 milliárd forintról ez felemelkedett, ez a keretösszeg hitelenként 1,4 milliárd forintra, azért az nagyon sok pénz. Viszont ehhez képest a kamat szintje meg csökkent 5-ről 1,5%-ra. Ez így van, tehát most 4 olyan dolgot tettünk valami új elem, egyrészt 1 milliárdról 1 milliárd 4-re megy föl a teteje, mondjuk ez nem napi rutin, és nálunk se hegyekben állnak az 1 milliárdos hiteligénylések, de ez olyan ügyfélkört is beenged, akinek korábban esetleg az összeg az inger küszöb alatti volt. Ez az egyik. A másik az, hogy a mikrohitelben, amiben akár kezdővállalkozás, akár ingatlanra, sőt, akár zöld rendszámos autóra, nem hibridit, hanem teljesen elektromos autóra is fölvehet, ugyanúgy 5%-ra, ugyanúgy 10 évre hitelt, ezt a mikrohitelnek hívják, azt a korábbi 50 millió forintos felső határól 100 millió forintra emeltük föl. Illetve van még egy elem, ami nagyon fontos emellett, az, hogy ez a zöld autó, ugye ez korábban nem volt nevesítve, most már ez nevesítésre került a programon belül, és én azt látom, hogy azért a vállalkozások azok azért meghálálják ezt a fajta folyamatos
puhítását a rendszernek, hiszen ez nekik jó, és az 1 milliárd forint helyetti 1 milliárd 4 azért már egy komolyabb középvállalkozás számára is lehetővé tesz egy befektetést. Az a 1,5%, amit pedig a főszerkesztő mondott, az pedig azért fontos, mert mi vagyunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy a már így is nagyon olcsó 5%-os hitelkamathoz képest Nagy Márton miniszter úrnak az egyedi engedélye alapján lehetőség van arra, hogy zöld hitelek esetében, zöld beruházások esetében 1,5%-os 10 éves fix kamat legyen. Na ilyen nem nagyon van szerintem, nem hogy Magyarországon biztos, hogy nincsen, de hogy az Unióban nincs, ez egészen fix, és talán a világon is nagyon-nagyon kevés. Még akkor ezzel kapcsolatban egy kérdést engedjen meg, zöld beruházási hitel célnak mit tekintünk? Hát ami zöld. Tehát igazából ugye van egy uniós taxonómia, vagy egy uniós leírás, ez a taxonómia nagyon egy buta szó, van egy uniós leírás, az, hogy mit tekintünk zöld hitelnek, vagy zöld beruházásnak. Ugye egyértelműen itt a fenntarthatósági karbon egyéb szempontoknak kell megfelelni. Ezt egyébként nagyon egyszerű, hogyha kavosz.hu-ra rákattint bárki, ezt meg lehet nézni, hogy mi is igazából a zöld hitelezés. De ez azt jelenti, hogy ha valaki egy korszerűtlen gyárat akar építeni, vagy egy korszerűtlen céget akar átvenni, vagy egy korszerűtlen gépparkot akar megvenni, arra biztos, hogy nem jó. De akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy egy olyan beruházást akar végrehajtani, vagy olyan eszközt akar vásárolni, vagy gépeket, berendezéseket akar vásárolni, amik valóban teljesítik az összes ilyen károsanyag, meg egyéb kritériumokat, mármint az, hogy mentes legyen, vagy kevés legyen benne, az már ebben a körben mindenféleképpen számottevően benne van, és az is benne van még pluszban, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a fedezettség a Széchenyi kártyában továbbra is az lenne, mint eddig, tehát konkrétan a legalacsonyabb fedezettség, tehát én nem kérek 3-4-5-szörös fedezetet egy hitel mögé, arra biztos nem a mi termékünk az alkalmas, arra minden más banki termék biztos jó. Nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legalacsonyabb fedezettség mellett állami garancia bevonásával fixen, tehát minden kamat fix legyen, mert az a kiszámíthatóság, amikor ilyen vérzivatalos idők vannak, ami az elmúlt 3, most már 4 évben a nyakunkon van, ilyenkor a kiszámíthatóság az egyetlen olyan horgony, amit egy vállalkozó örömmel tud venni, tehát 10 évig biztos, hogy a kamatunk az ugyanennyi lesz. Azt pedig azt gondolom, hogy innentől kezdve már csak úgy merül fel kérdésként, hogy meg tudjuk-e termelni, de ha nem, akkor eleve baj van, mert hát ugye itt nem a kamaton fog múlni. Ez ilyen alacsony kamatnál gyakorlatilag bizonyos. Krisán László, köszönöm szépen. Nem mondom, alig kellett kérdeznem, lényegében mindent megtudtunk, amit még esetleg nem, azt a kavosz.hu-n meg megtalálják. Most azt böngészem éppen én is, hogy mit nem kérdeztem, de hát annyira sokrétű, hogy szerintem itt most hagyjuk abba, és jó olvasást kívánunk azoknak, akiket ez érint, jó? Vezérigazgató úr, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Előbb a vállalkozások lehetőségeiről beszélgettünk, és hát tulajdonképpen most is így lesz ez a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában, csak egy kicsit más, hogy van olyan vállalkozó ismerősem, aki amikor elolvasta, hogy megjött az ESG törvény Magyarországra, ezt még december végén hirdette ki a kormány a magyar közlönyben, ez egy Európai Uniós kötelezettsége volt, akkor felsóhajtott, hogy na hát most mi csak ez hiányzott nekünk. Mert hogy ez voltak éppen az üzleti környezet változásait és a fenntarthatósági kritériumokat együttesen lenne hivatott kezelni, olyan módon, hogy az Európai Uniónak egy jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak. Egyelőre a legnagyobb cégek, de belátható időn belül a kis és közepes vállalkozások is. Na ennek kapcsán beszélgetünk mi most majd Hényel Ágostonnal, a Hello Velo ZRT vezérigazgatójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az önök cégének a nevében a Velo, az a velociped? Tehát a bicikli? Alapvetően igen, elektromos kerékpárflotta kezeléssel foglalkozunk, és célunk az, hogy egy kicsit környezettudatosságra buzdítsuk az embereket, és autó helyett, amikor lehetséges, akkor kerékpárral közlekedjenek. Hangsúlyozom, közlekedjenek, tehát hogy nem sportcélú közlekedésre gondolok, hanem abszolút tényleg a mindennapi
közlekedés. A valódi városi forgalomra. Így van. Ha azt mondja, hogy flotta kezeléssel foglalkoznak, de elektromos kerékpár flotta kezeléssel, ez azt feltételezi tán, hogy nem kizárólag olyan cégekkel vannak kapcsolatban, amelyek mondjuk futárszolgálatot működtetnek, vagy ételt szállítanak, nem is biztos, hogy van ilyen ügyfelük, nem tudom, hanem kifejezetten olyan cégekkel, amelyek mondjuk kafetéria képpen ilyet adnak a dolgozóiknak? Igen, több megoldást láttunk már céges kerékpárflotta bevezetés kapcsán. Van a kafetéria megoldás, amikor a munkavállaló választhatja kafetériaként a kerékpárszolgáltatásunkat. Van arra lehetőség, ha mondjuk céges pulflottát nem csak autóként használnak, hanem mondjuk kerékpárt is betesznek, ilyenkor rövid távra viszik el a munkavállalók a kerékpárokat. Illetve láttunk olyan megoldást is, amikor tényleg csak azzal tudom hasonlítani, vagy ahhoz tudom hasonlítani, mint hogyha egy csocsóasztal lenne az irodában, well-being szolgáltatásként van 10 darab kerékpár, és azt bármikor elviheti a munkavállaló, hogyha ő feliratkozik a listára, és elérhető most a flottában ilyen eszköz. Amiről mi beszélgetünk, vagy amiért mi beszélgetünk, ez a bizonyos ESG törvény a fenntarthatósági kritériumokról szól. Ugye a cégeknek jelenteniük kell majd, hogy ők mit tesznek a világ, a környezet, a gazdaság és a környezet együttműködésének fenntarthatóságáért. És ebben látnak ők, önök lehetőséget, hogy ehhez a elektromos kerékpár, mint egy zöld közlekedési eszköz, valamilyen módon hozzá tud járulni. De hogyan? Igen, azt látjuk, hogy a nagyvállalatok már foglalkoznak azzal, hogy a karbonkibocsátásokat csökkentsék, és ebben hivatott segíteni az elektromos elsegítésű kerékpár. Tényleg akkor, hogyha valaki egyszerűen csak úgy gondolkozik, hogy heti 5 napból mondjuk 3-szor vagy 4-szer kerékpára pattan, és nem autóval oldja meg a munkába járását, a napi közlekedését, akkor ezzel kimutathatóan csökkent. Na de ez nekem meg kell kapnom a kerékpárt a munkáltatótól. Tehát ez nem olyan, mint a céges autó, bemegyek dolgozni, el kell mennem valamit beszerezni a cég számára, viszem az autót. Hanem ez valóban olyan, mint amikor a cég autóját magánhasználatra is lehet használni. Így van, abszolút. Tehát mi adunk egy eszközt, amin van biztosítás, tehát lopáskaszkóval él, föl van készítve akár defektmentes folyadékkal, illetve egy lakattal, amivel le tudom lakatolni, és biztonságosan ott tudom hagyni az a helyszín, ahol éppen közlekedem. Asszisztancia szolgáltatásunk van, van egy élő telefonszámunk, ahol bármikor lehet segítséget kérni. Tehát kihelyezünk egy kerékpár teljesen hasonló módon, mint hogyha egy céges autót üzemeltetnénk, csak mi ezt egy kerékpárra oldjuk meg. Országos lefedettséggel. Mondjuk egy olyan helyen, ahol kevesebb az eső és a szeles hideg nap, mondjuk az elmúlt időszakban Magyarországon is viszonylag kevesebb volt, de hát azért mégis. Tehát munkába járni öltönyben, mondjuk szakadó esőben elektromos biciklivel, az nyilván nem az a minden idők legnagyobb élménye. Egyszer bulinak jó, de hát rendet azért ebből ne vágjunk. Igen. Tehát azt tisztán látjuk, hogy sajnos ugye a globális felmelegedésnek köszönhetően Magyarország kezd picit már ilyen mediterrán országgá válni. Tehát a tavalyi téli szezonban azt láttuk, hogy ilyen 3-4 hét volt az, amikor nem lett volna kényelmes kerékpárral közlekedni. Ellenben az összes többi tavaszi, őszi, illetve a nyári időszakban annyira, hogy mondjam, hogy fogalmazom, jól komfortos kerékpáros idő volt, amiben azt gondolom, hogy már nem arról beszélünk, hogy lemondásokkal jár egy kerékpáros közlekedés, hanem inkább felszabadultsággal, hiszen sokkal egyszerűbb, könnyedebb rövid távon biciklivel közlekedni a reggeli csúcsforgalom, meg a délutáni csúcsforgalomban, mint az ott esetben autóval. Nem beszélve a parkolásról, hát persze, egyébként hát hogyne. Lesz önöknek egy olyan ajánlatuk, ami kifejezetten az ESG kapcsán születik meg? Tehát ez a környezeti aspektus, ez megjelenik majd a cégeknek szóló ajánlatokban, és érdemes-e azzal foglalkozniuk a cégeknek, hogy mekkora részt tudnak kiváltani a működési környezeti hatásaikból? Abszolút. Most egy példával tudok élni. Egy éves tesztprojektünk volt egy magyar multinacionális cégnél, ahol 50 kerékpárt adtunk ki egy éves futamidőre. Itt 42 000 kilométert tekertek az 50 kerékpárra az egy év alatt. Ez 5 tonna károsanyag kibocsátástól mentesítette a céget. Illetve, hogyha azt nézzük, hogy a szociális láb tekintetében egy csapat összekovácsoló hatása volt a kerékpár használatnak,
vicces, hogy az első három legtöbbet tekerő az hölgy volt, és nem úr, pedig azt gondoltuk, hogy a férfiak nagyobb lelkesedéssel fogják használni a kerékpárokat. Illetve, ha most így foglalkozunk kicsit a profit oldalról is, még az álsapkás ár mellett egy ilyen 1,7 millió forintot spóroltak meg céges szinten azzal, hogy kerékpárt használtak. Én azt gondolom, hogy nem kell sokat beszélni arról, hogy milyen jótékony hatásai vannak annak, hogyha az emberek egy kicsit mozognak, hiszen a mai rohanó világban adott esetben nincs arra ideje mindenkinek, hogy még a sportással is foglalkozzon napi szinten. Ha kerékpárral közlekedik, egy rásegítési fokkal lejjebb kapcsol, és már sporttevékenységet folytat, nem feltétlenül csak A-ból B-be közlekedést. Na ezt akartam kérdezni, hogy ez melós dolog, elektromos kerékpárral közlekedni? Nem. Tehát, hogyha azt nézem, hogy jó hasonlattal próbálok élni, mintha egy tandem biciklin Walter Attila tekerne mögöttem, és segítene abban, hogy gyorsabban haladjon. Ja, akkor bárhova eljutunk, persze. Igen. Tehát körülbelül így kell ezt elképzelni. Ha egy turbofokozatban használom a kerékpárt, akkor olyan wattszámmal tekerek, mintha egy kerékpárversenyző lennék. Értelemszerűen, hogyha ezt csökkentem, akkor már kezd melósabbá válni. De nagyon sokat mennek el ezek a kerékpárok. Tehát, hogy egy budapesti viszonylatban, egy pesti oldalon egy 120-150 kilométert megy el egy töltéssel, egy közepes rásegítési fokban, ahol nagyon könnyedén megyek 25 km per órával, ameddig rásegít, és 25-tel azért már gyorsan odaérek A-ból B-be. A budai oldalon, ahol mondjuk egy kicsit nagyobbak a szintek, ott egy ilyen 60-80 kilométert simán el tudok menni már turbórásegítésbe, ahol még öltönybe se fogok megizzadni egy derűsebb tavasz végi napon. Vezérigazgató úr, tegye a kezét a szívére. Ez a szempont már, hogy legalább a törvényi, az ESG törvényi játszott már szerepet. Az önök egy darab, előbb mondta, hogy volt egy ilyen teszt ügyfelük, akikvel megpróbálták, hogy mire jó. Szóval volt már olyan ügyfelük, aki amiatt kereste önöket, mert hogy ESG pillért akar ezzel építeni? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert sok olyan ESG üzletág, tanácsadó üzletág van, ahol kvázi mi egy megoldást tudunk szolgáltatni, hogyha egy cég fölkeres egy ilyen tanácsadót, és hogy na mit tegyek, például okáért a BDO, akikkel mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és Fejszákos személyesen is egy picit elhivatott a kerékpározással kapcsolatban. Ők például visznek olyan cégekhez javaslatokat, ahol ott van a kerékpár, mint eszköz. Akkor a tanácsadókkal kell jobban lenni igazából, nem a cégekkel magukkal. Alapvetően azt gondolom, hogy kell az, hogy fölülről induljon egy igény arra, hogy igenis egy kicsit zöldítsük a flottát, és mondjuk ide belefér a kerékpár is. És akkor másodágon pedig kell az, hogy a munkavállalók úgy gondolkozzanak, hogy a szelektív hulladékgyűjtésen kívül odafigyelnek arra is, hogy a közlekedési kultúrájukba egy kicsit beemelnek más eszközöket. Na, hát az egy nagy kérdés, hogy önmagában ez a törvény, ami mondom most még a kis- és középvállalkozásokra nem vonatkozik, de a nagy cégekre már most is, és jelentési kötelezettségeik lesznek, de ráadásul a leányvállalataik és a beszállító partnereik szempontjából is, mert hogy őket is vizsgálniuk kell majd. Szóval, hogy ez mennyire fogja ezt a megoldást előhozni a vállalatvezetők fejében, vagy valami egészen másban próbálnak gondolkozni. Minden esetre, hogyha önöknek igazuk van, akkor ezelőtt az üzletág előtt egy óriási jövő áll minden szempontból, már csak azért is, hogy vigyázzunk mi mindannyian az életünkre, a környezetünkre, a világunkra. Vállalati elektromos kerékpár flotta szakértővel beszélgettem, ráadásul a cég vezérigazgatójával, Hényel Ágostonnal. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági magazinját. Elkészült a VOSZ Barométer Index. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége minden időszakban, a tavalyi negyedik negyedévben is vizsgálta azt, hogy a cégek üzleti hangulata hogyan alakul, és az Egyensúly Intézet megbízásából, az Egyensúly Intézet kutatásából tudjuk meg, a VOSZ megbízásából azt, hogy mit gondoltak a magyar vállalatok a hazai gazdaságról. Perlusz László van itt a vonalban, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha önök meg is tudják vizsgálni, mint hogy én az előbb mondtam, de nem, hanem az Egyesült Intézet kutatására hagyatkoztak. Mire jutottak? Hogy gondolkodnak az üzletvezetők, a cégvezetők, az üzletemberek általában? Igazán annyiban pontosítanék, hogy ez egy közös projekt, úgy is lehet mondani, tehát kifejezetten arra kérjük meg az Egyesült Intézetet, hogy ezt a VOSZ barométert negyedévről negyedévre készíts el, ez tavaly indult év elején, tehát most már egy éven vagyunk, túl négy-negyed éven. Annyiban is szeretnék egy kicsit talán pontosítani, ha megengedi szerkesztő úr, hogy ez nem általában a magyar vállalkozásokat, hanem a VOSZ tagságát szondázza negyedévről negyedévre, tehát azt tudjuk megmondani, hogy a VOSZ vállalkozói tagsága, ami egyébként nagyon sokban persze leképezi a magyar gazdaság vállalkozásait, hogy őnekik milyen az üzleti hangulatuk, hogyan állnak a beruházásokhoz, hogy érzékelik a pénzügyi helyzetüket, a kockázatokat, a gazdasági kockázatot, a nemzetközi helyzetet, stb. Stb. Ha már ezt említett, akkor hadd kérdezzek arra vissza, hogy a VOSZ tagsága és a magyar gazdaság úgy általában miben különbözhet egymástól? Miben lehetnek hangsúlyeltolódások mondjuk egy ilyen adatnál? Hát talán abban, hogy akik nyitottabbak az érdekképviseleti tagságra, hogy ez egy önkéntes tagság, azoknak talán a gazdálkodásuk stabilabb lehet, illetve elhivatottabbak a folyamatos, folytonos vállalkozáshoz. Tehát, hogy másik megközelítés, amit egyébként nyomon tudunk követni, hogy ugye a mi tagságunkban a Széchenyi Kártya programban résztvevők nagyobb arányban szerepelnek, hiszen az a kamarával közös programunk, és amely mikro, kis és középvállalkozások benne vannak ebben a programban, ott a finanszírozási helyzet, a pénzügyi helyzet, általában is a kilátások azok általában jobbnak bizonyulnak, mint általában a gazdaságban, ahol kisebb az aránya ennek a termékkörnek az igénybevételére. No most a negyedik negyedévben mire jutottak, mit találtak? A negyedik negyedévben egy kicsivel tovább csökkent a VOSZ barométer index, ugye indultunk 62%-ról az első negyedévben, ugye egy 100% a maximum, és az 50 alattiak azok egyértelműen negatív tendenciák, az 50 fölöttiek azok meg inkább talán pozitívak, ha röviden össze akarom foglalni. Tehát azt láttuk, hogy negyedévről negyedévre az elmúlt évben, tehát 2023-ban mindig csökkent a VOSZ barométer index. Ez nem is nagyon lep meg minket, hiszen ez egy recessziós év volt, és ahogy mentünk előre, a vállalkozások egyre több hónapról negyedévről negyedévre találkoztak a nehézségekkel, vagy szembesültek a nehézségekkel, és ebből adódhat az, hogy a negyedik negyedévre érte el a tavalyi évben a legalacsonyabb szintjét ez a VOSZ barométer, az 50%. Miközben azért az érdekes, hogy a negyedik negyedévben kezdtek látszódni apró, nagyobb, a kormány szerint sokkal nagyobb jelek arra, hogy a nehezén túl vagyunk. Ezek szerint a cégvezetők olyan nagyon nem értékelték, és nem is érezték. Értékelték nyilvánvalóan, abból mindenképpen látjuk, hogy értékelték, hogy az ország gazdasági helyzeténél a saját cégük gazdasági helyzetét egy kicsit jobbnak látták. Ez egy óvatos bizakodást jelent a jövőre vonatkozóan, de azért, hogyha belegondolunk, azért ezek az adatfelvételek ugye a negyedik negyedévről szólnak, tehát október, november, decemberről, ez valamikor november körül volt az adatfelvétel. Novemberben azért már láthattak persze a kilábalás lehetőségei, már jelentősen csökkent az infláció, de azért azt is láttuk, hogy például szó volt a béremelésekről, a kötelező ugye minimálbér és garantált bérminimum emeléséről. Ezt veszélynek tudták be a cégvezetők? Ez ráadásul az, hogy ez lehetségesen előrehozott lesz, mint ahogy előrehozott is volt, és ez azért egy költségnövekedésnél például olyan nagy, tehát egy recessziós év után a költségnövekedésnél ez azért inkább negatívan nyomott a latba. Vagy említhetném a fizetési morállal kapcsolatos problémákat, azért ugye egy ilyen recesszió után hónapról hónapra nehezebben fizetnek a vásárlók, akár a B2B, tehát a vállalatközi piacon, akár a végfelhasználók piacán, a vásárlók piacán, ezek azért rányomták a bélyeget erre a vállalkozói hangulatra. Van itt néhány rossz hír, az egyik a beruházási alindex, ahogy ezt önök nevezik, ami látványosan visszaesett az elmúlt évben 28%-ra a 49%-os értékről, ami azt mutatja, hogy a
cégek azért nagyjából a tőkéjüknek és a tőke lehetőségeknek, lásd például hitelbevonás, a végére értek. Igen, ez az egyik, amit ön mondott, pontosan ez az egyik. Mi sokat gondolkoztunk rajta, és utána is kérdeztünk, hogy ez hogy is lehetne, hogy is kell értelmezni. Ennek van egyébként ezért egy szezonális hatása is, tehát ugye általában azért naptári években gondolkodnak a vállalkozások, és az év elején még azt mondják, hogy akkor a beruházásokat igen, reálisan látom, hogy be fogom tudni fejezni, meg tudom csinálni, és az év vége felé már inkább a következő évre gondolnak, tehát azt mondják, hogy igen, túl vagyok ezen a beruházáson, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát lesz egy ilyen, van egy ilyen leszállóág, van egy ilyen szezonális hatás is. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy a tartalékokat is azért jó részt felélték a vállalkozások. Minél kisebb volt egy, minél kisebb egy vállalkozás, mikro vagy nano vállalkozás, az önfoglalkoztatók, vagy az egyszemélyes vállalkozások, ott elfogytak azok a tartalékok, amelyek a működéshez kellenek. Ez is talán ebben az almutató számban ütközik ki. Valóban egyébként ez sikerült a legrosszabbul, vagy hát ez húzta le legjobban a Vozbarométert, a beruházások alindex. És van itt még valami, a tervezett fizetésemelést az alkalmazottak körében a következő egy évben kérdés, amivel kapcsolatban az utolsó negyed évben 74%-uk mondta azt a vállalkozóknak, hogy nem tervez fizetésemelést. Nyilván van egy kötelező garantált bérminimum, minimálbér, azt meg kell tennie, de ezen túlmenőleg a háromnegyed részük úgy nyilatkozik, hogy nem. Igen, ez is egy várakozás, ez is egy érzése a vállalkozóknak. Azt érezték, hogy a bevételek azok elmaradtak az üzleti tervben jelzettektől, a költségek pedig azért nem estek vissza, bár az energiaköltségek mérséklődtek, de mégis a költségek azért magas szinten maradtak. Innentől kezdve azt mondják, hogy hát nem lesz pénz béremelésre. Ahogy ön is fogalmazott, nyilvánvalóan az van a fejekben, hogy ami kötelező, az persze kötelező, nyilván az alól nem is lehet kibújni, és most akarnak kibújni, de hogy ezen túlmenően hát nem látták túl optimistán ezt a helyzetet. Ez egy érzés, ez egy, hogy is mondjam, egy ilyen percepció, nem biztos, hogy ez fog megvalósulni, hogy feszes marad a munkaerőpiac, muszáj lesz bért emelni, ha meg akarják tartani a munkaerőjüket, de minden esetre ez egy fontos üzenet, hogy a vállalkozások azért a tűrőképességük, vagy a költségviselő képességük végén járnak. Summa summarum, tovább romlott a cégek üzleti hangulata, hogyha ezt figyeljük. Ön mit remél, mit vár 2024-től? Nem tudom, folytatják-e a felmérés sorozatot az Egyesült Intézettel, de ha igen, akkor jobb adatokban reménykedik mondjuk az első negyed évben? Az első negyed, igen, folytatjuk természetesen, tehát nagyon örülünk, hogy megvan az első év, és ez természetesen annál informatívabb és annál értékesebb lesz a vállalkozóknak is ez a visszajelzés, minél több negyed év van mögöttünk, tehát szeretnénk folytatni. Én arra számítok, hogyha tényleg sikerül konszolidálni az inflációt. Az infláció egyébként a legnagyobb probléma, a legtöbb negyed évben ez volt a legaggasztóbb a vállalkozások szempontjából. Persze volt a költség, meg az energiaköltség, de ez mind összefügg azért az inflációval is. Nos, tehát, hogyha az infláció tényleg sikerül leszorítani és tartósan kordában tartani, egy csökkenő pályára helyezni, akkor én azt látom, hogy a vállalkozásokat sem fogja szétzilálni ez a nagyon magas infláció, és egy ilyen óvatos bizakodással néznek a jövőben. Én arra számítok, őszintén szólva, hogy az első negyedév azért az jobb lesz, mint a tavalyi negyedik negyedév. Aztán, hogy hogyan folytatódik az év, hát mindenki reménykedik egy konszolidációban. Legyen igaza legalább az első negyedévi jóslat, aztán jöjjön be, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Perrusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára volt a vonalban. Köszönöm szépen, főtitkár úr! Köszönöm szépen az érdeklődést! Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Az Egyensúly Intézet még 2023-ban a tavalyi évben kidolgozta az úgynevezett településindexet. Ez különböző indikátorok alapján megméri azt, hogy melyik településen milyen minőségű az életünk. És hát ez a településindex készült el, úgyhogy a készítője Marek Bertram, egész pontosan nyilván egy csapat élén a készítője van itt a vonalban. Szervusz, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Minek alapján tudjuk azt egy ilyen indexálással megállapítani, hogy hol a legjobb élni ma Magyarországon? Előjáróban azt érdemes elmondani, hogy nagyjából 2000 változó közül választottunk ki 53 olyat, ami igazán megragadja egy-egy településnek a fejlettségét. Fontos, hogy ez nem egy élhetőségi index,
nagyon sok szubjektív aspektust nem tudtunk bevonni a kutatásunkba. Ugyanakkor nagyon fontos változókat igen, mint például azt, hogy hogyan néznek ki a lakások átlagos négyzetméter árai. Ugye ezt például azért használjuk, mert úgy gondoljuk, hogy a piac megfelelően reflektál arra, hogy egy település mennyire vonzó. Bevontunk olyan indikátorokat is, amelyek azt próbálják megragadni, hogy a lakosság, a település lakossága milyen gazdag. Tehát az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelmet, illetve például az 1000 lakosra jutó személygépkocsik számát is bevontuk az egyenletbe. De nagyon fontos volt az is, hogy megnézzük, hogy milyen emberi erőforrásra támaszkodhatnak az önkormányzatok, illetve hogy hogyan tudnak sáfárkodni tulajdonképpen a bevételeikkel. Jó, de hát azért ebben itt vannak ilyen jóléti kérdések is, ugye mértétek azt, hogy 1000 főre jutó játszóterek száma mennyi egy adott településen, és így tovább, és így tovább. Tehát azért itt vannak olyan pontok is ebben az 51 néhány felvetésben, ami kifejezetten arról vagy arról is szól, hogy ott jó-e lenni. Igen, ezt próbáltuk mindenképp valahogy közelebb hozni a magához a településindexhez, ugyanakkor ezek túlságosan is számorientáltak. Tehát olyan változónk például sajnos nincsen, ami azt ragadja meg, hogy mennyire zöld például egy település. Olyan adatotok viszont van, ami arról szól, hogy mennyit fejlődtek a települések, és ezt én most annak jegyében vetem fel, hogy ugye az önkormányzatok rengeteget panaszkodnak arról, hogy forráshiányosak, hogy nem tudnak fejleszteni, hogy nem tud előrelépni a település, mert nem jut hozzá az uniós forrásokhoz időben, vagy egyáltalán nem, és hát inkább kivon, mint ad a kormányzat is a hazai források tekintetében. Na most ebben ti mit láttatok, mit találtatok, fejlődnek a települések? Összességében fejlődnek, akik eddig fejlődtek, azok továbbra is fejlődnek. Ha például megnézzük a budapesti kerületeket, akkor azt látjuk, hogy mindenki előrelépett a vizsgált időszakban, de ugyanez elmondható minden egyes megyeszékhelyről is. Valóban egyes helyeken az önkormányzatok bevétele valamennyivel csökkent, ugyanakkor nagyon sok kerületnél és megyeszékhelynél azt láttuk, hogy ezeket a problémákat azért jól tudják menedzselni, és nem annyira kitettek. Itt van például a 9. kerület, aki, vagyis ami a kerületek tekintetében a harmadik legjobb volt a fejlődés szempontjából. Azt látni kell, hogy a 9. kerületben az egyik legalacsonyabb az önkormányzatnak a bevétele, mégis jól tudott fejlődni az elmúlt időszakban. Melyik volt az első, ha már a harmadikat említetted? Az 5. kerület volt, egyrészt az utolsó vizsgált időpontban is az 5. kerület állt az élen, de viszont, hogyha csak a fejlődést nézzük, akkor is ugyanezt látjuk, hogy az 5. kerület a legerősebb, és nagyon hasonló a mintázat egyébként a megyeszékhelyek tekintetében is, ahol Székesfehérvár végzett az első helyen mindkét dimenzióban, tehát végeredmény szempontjából is az első helyen, illetve a fejlődés szempontjából is az első helyen végzett. Ha még egy kicsikét az önkormányzati problématérképpel foglalkozhatunk, az agglomeráció, Budapest környékének agglomerációja, és ott a polgármesterek szoktak panaszkodni arra, hogy nem visel el több kiköltözőt az ő településük. Ugye vannak helyek, ahol kifejezetten megtiltották az új építésű házak felhúzását, pontosan azért, hogy ne legyen nagyobb a lélekszám. Mennyire igazolta a ti kutatásotok azt, hogy ez létező probléma? Ennek a nyomait mi is megtaláltuk, ráadásul eléggé kidomborodik ez a probléma. Hogyha klasszikusan erős agglomerációs településeket nézzük, mondjuk Budaörsöt, Dunakeszit vagy Vecsést, akkor ott azt látjuk, hogy az indexpontszámuk csökkent. Egész egyszerűen azért, mert ezt a belső migrációs nyomást kevésbé viselik el, már csak ha az infrastruktúrát vagy az intézményi ellátottság színvonalát nézzük. Megnéztük, hogy Pest megyében 35 településen növekedett a lakosság, legalább 1000 fővel, és ezek közül minden harmadik rontott az indexpont számán. Az indexpont számban pedig azok az adatok adódnak össze, gondolom, amik az ellátottságot, az infrastruktúrát, az intézményhálózatot, az úthálózatot, a csatornázottságot, ilyesmiket tüntetik fel, ugye?
Így van, és a polgármesterekkel való konzultációk során az is világossá vált számunkra, hogy a KSH-s adatok annyiban nem feltétlenül képezik tökéletesen a valóságot, hogy hányan költöztek oda. Mert ugye nagyon sokan albérletbe költöznek ki, és oda nem jelentkeznek be, ezért a tényleges számok valószínűleg rosszabbak. Ha fölmegyünk az oldalatokra, egyensúlyintézet.hu, akkor ott tudunk keresni akár településekre adatokat? Igen, létrehoztunk egy interaktív térképet, amely a teljes adatbázisunkat tartalmazza, és bátran lehet rá szűrni településekre, illetve település típusokra is, és minden megtekinthető azon az ábrán. Ahogy elmondta, ez egyensúlyintézet.hu megtalálható. Ha én keresnék egy helyet, ahol laknék, költöznék mondjuk valahova, akkor ennek alapján találhatnék olyat, hova kedvem szottyahatna? Tehát vannak akkorák a különbségek, hogy elgondolkoztató legyen, hogy miért oda és miért ne ide? Alapvetően a nagyvárosokban mindenképp jobb a helyzet, elsősorban a megyeszékhelyeken, de hogyha egy nagyon jó destinációt szeretnénk, vagy egy régiót megragadni, akkor azt tudom mondani, hogy Balatontól északra Budapest, illetve Budapesttől nyugatra lévő településekre érdemes költözni. Ez most ne jelentse azt, hogy mindenki olyan otthonblok meneküljön minden más helyről, mert ez nem erről szól. Nem, pontosan ezért alkottuk meg a településindexet, hogy mankókat adjunk a helyi kis közösségeknek, hogy helyben is tudjanak fejlődni. Így legyen. Marek Bertramnak, az Egyesült Intézet elemzőjének köszönöm szépen a tájékoztatást. A település indexről beszéltünk, a többit az Egyesült Intézet honlapján megtalálják önök is. És köszönöm önöknek is a figyelmet. Holnap ugyanebben az időpontban jövünk. Péntek délután is 16 órakor jelentkezik a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazinja. Hazafi Zsolt, a szerkesztő, én Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra!